Veszélyesek lehetnek a lehulló vakolat darabok. Tréninget tartott a Vöröskereszt helyi szervezete. Több doboznyi édességet kaptak ajándékba az óvodások. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Veszélyesek lehetnek a társasházas övezetben a magasból lehulló vakolatdarabok. Városunk több területén is jellemző, hogy az idők során a falak megrongálódtak. Emellett az erkélyek környékén is érdemes vigyázni. Az illetékeseknek minden esetben figyelmeztetni kell a járókelőket a veszélyre. A közös képviselő szerint egy 30 lakásos épület modern szigetelése és vakolása meghaladja a 10 millió forintot. Vakolatdarabok hevernek a járdán a Bojki főúton. Városunk több területén is jellemző, hogy az emeletes házak falai az idők során leromlottak. Az épületek környékén érdemes körültekintőnek lenni, hiszen főleg a téli időszak után a hőtágulásnak köszönhetően lepereg a vakolat, és a zuhanó darabok komoly sérüléseket okozhatnak. Azoknál a társasházaknál, ahol a vakolat már ugye meggyengült az idő, megkezdte az épületet, ott a társasháznak kötelessége az omlásveszély elhárítása, a balesetveszély megelőzése. Általában egyszer-kétszer egy évben, tavasszal ősszel egy külső vállalkozóval a feltáskult területeket leveretni, illetve az épületre ki kell függeszteni az omlásveszély táblát. Tehát ennek mindenképpen ki kell kerülni, és nem csak a bejárathoz, körbe az épületnél. Az erkélyekkel kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma, hogy többen a függőleges felületeket is csempével próbálják lefedni. Természetesen nem csak a falak mellett, hanem itt az erkélyek alatt is érdemes vigyázni, ugyanis a lehulló törmelék vagy csempedarabok komoly veszélyforrást jelenthetnek a járókelőkre. A közös képviselő szerint egyébként egy 30 lakásos épület modern szigetelése és vakolása meghaladja a 10 millió forintot. A pénz összegyűjtését segítő lakáskasszák beszüntetése óta pedig még nehezebb a szükséges önerőt kigazdálkodni. Ötállásos parkolót alakítottak ki az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény munkatársai a Nagy Imre úton. A területet szegőkővel rakták körbe, és először durva, majd finomabb salakkal szórták le. Ebből mintegy 20 tonnát használtak fel. A hozzávetőleg 12x5 méteres parkoló csak az egyik azok közül, amelyeket idén az Óvi létrehoz. A Nagy Imre úton hamarosan egy aszfaltozottat alakítanak ki. Egy 11 férőhelyes pedig a múlt héten készült el, a Városi Rendészet mellett a Zrínyi Miklós úton. Ehhez saját gyártású beton gyeprácskövet alkalmaztak. A tervek szerint idén 9 parkolót létesítenek a városban, többek között az Árpád vezérúton, a Bibó István utcában, illetve a piachoz közel. Országos viszonylatban is kiemelkedően magas a bozott tüzek és a gyújtogatások száma térségünkben. Az elmúlt néhány hétben számos esethez riasztották a helyi tűzoltókat, pedig már több mint egy hete tűzgyújtási tilalom van érvényben. A felelőtlen magatartás egyrészt mások testi épségét és vagyonát is veszélyezteti, másrészt pedig a természetre, a különféle élőlényekre is káros. Ráadásul a levegő szennyezettségét is fokozza. A gyújtogatók néhány tízezertől akár több millió forintig terjedő bírságra is számíthatnak. Ezek az esetek a lánglovagok erőforrásait is elvonják más fontos területekről. Magasan az országos átlag fölötti szárazfű, illetve bozót tüzekkel kapcsolatos beavatkozáson vettek már részt a kollégáim. Számokban ez azt jelenti, hogy az elmúlt nagyjából 10 napban közel 100 káresetet számoltak föl. Köztük nem egy volt, ami 100-200 hektáros területet jelentett. Ez a 200 hektár, hogy egyszerűbben meg lehessen érteni, ez gyakorlatilag 400 focipályányi zöld területet, illetve szárazfűves területet jelent. A szárazfűtüzekről, a gyújtogatás veszélyeiről és a katasztrófavédelem feladatairól hosszabb beszélgetést láthatnak a ma esti apropóban. Lendvai Zsolt vendége, Tőkés Tamás tűzoltóparancsnok lesz. Vaddisznók tanyáztak a városközpontban. Híradóinkban már többször foglalkoztunk az itt élő kertjeibe bemerészkedő vadakkal. Igaz, ritkán fordul elő, hogy hajnali 2 órakor az utcán töltjük időnket, de ha mégis, akkor érdekes látvány fogadhat bennünket. Csak úgy, mint tegnap este 2 helyi fiatalembert.
Az egyik közösségi portálon keringő felvételen jól látszik, hogy több vaddisznó is megpihent a városközpontban található pénzintézet parkolója melletti füves területen. Az Ószt környéki vaddisznóállomány tagjai közül hatan is úgy gondolták, hogy megfelelő helyszín lesz a piac és a Vasvárút közötti útszakasz környékén aludni. A Dudaszóra futott, ki merre látott. A videóból kivehető, hogy a körforgalmon keresztül végül Cipó felé menekültek. A személyes hatékonyság javítására tartott tréninget a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. A gyakorlatok során a résztvevőknek többféle kompetencia fejlesztésére nyílt lehetősége. Érintették a hatékony kommunikáció, a konfliktus és stresszkezelés témakörét. Az érdeklődők hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak. Nem bánom én, de akkor is elkéstél, a többiek már itt vannak. Bocsánat, főnök. Ilyen és ehhez hasonló szituációs, kommunikációs gyakorlatokat is végeztek a résztvevők a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete által életre hívott tréningen. Az interaktív képzés elsődleges célja személyes hatékonyság fejlesztése volt. A civil ház korábban is adott már otthont hasonló kezdeményezésnek. Egy FFOS pályázat keretében valósul meg ez a tréning, már hogy megnyertem a megyei Vöröskereszt, és így itt van rá lehetőség, hogy megtartsuk. Hát a teljes lakosságot meghívtuk rá, ebből vöröskeresztes aktivisták, ismerősök, családtagok, barátok jöttek el. A személyes hatékonyság több olyan kompetenciát takar, amelyek a társas kapcsolatokban, a munkahelyi probléma megoldásban és az önkifejezésben is hasznosak lehetnek. A tréningen a konfliktus és stresszkezelés, valamint a hatékony kommunikáció témakörét érintették. A tapasztalatok szerint leginkább utóbbi számít problémásnak. Magyarországi viszonylatban elsősorban a hatékony kommunikáció, ami arról szólna, hogy képviseljük a saját érdekeinket, ki tudjuk fejezni azokat a dolgokat, ami számunkra fontos lenne, ki tudunk állni a saját érdekeinkért, érdekérvényesíteni tudunk, mindezt olyan módon, hogy nem romboljuk vele a kapcsolódásainkat, és nem teremtünk újabb konfliktusokat ezáltal. Az e-féle tréningek résztvevői gyakorlatok, játékok segítségével könnyebben és mélyebben elsajátíthatják az ismereteket. A visszajelzések alapján ezeket a tapasztalatokat a mindennapokban is hasznosítani tudják. A hasonló képzések mellett a Vöröskeresztnek központi feladata a véradás szervezés is. Március 27-én családokat várnak majd a civil házba. Amíg a szülők másokon segítenek donorként, a gyerekeket különféle játékok és rajzolás köti majd le. Több doboznyi édességet kaptak ajándékba az óvodások. Városunk egyik töltőállomásának kezdeményezésére az ott vásárlók gyűjtöttek csokoládét az Ózdi Petőfi úti Csépányi összevont óvoda 4 tagú óvodájának. Összesen 247 gyerek kapott a finomságokból. Idén ezek egy tűzoltóautó kíséretében érkeztek meg az intézményekbe. Ezzel a dallal köszönték meg a rengeteg édességet az óvodások ma reggel. Már több éve adományoz városunk egyik töltőállomása finomságokat a gyerekek számára. Idén 247 óvis kapott fejenként 3 darab csokoládét. Hát 2014 óta gyűjtünk csokoládét a gyerekek számára. Az első óvodát mi kerestük meg, onnantól kezdve pedig a pedagógusok keresnek meg minket, hogyha van rá lehetőség, akkor gyűjtsünk csokoládét a gyerekeknek. Ez nálunk úgy történik, hogy a két töltőállomáson kipakolunk egy-egy dobozt, és megkérjük a vásárlókat, hogyha szeretnének felajánlani a gyerekeknek édességet, akkor dobják bele ebbe a dobozba. Ebben az évben a töltőállomás akcióját egy tűzoltóautó is színesített. A gyerekek nagy örömmel fogadták a lánglovagok autójának érkezését, néhány percre az ajándékot is elfelejtették. A sziréna hangja és a villogás elnyerte az óvodások tetszését. Volt olyan gyerek, akinek régi vágya, hogy tűzoltó legyen. Nagyon tetszik mindegyik. Nagyon tetszik, hát a tűzoltó meg az édesség. Amellett, hogy a gyerekek örültek az ajándékoknak, az intézmény vezetői is szívesen fogadták a felajánlást, mivel nem gyakori, hogy az óvodások kézzelfogható dolgokat kapjanak.
Előfordul, hogy már volt felajánlásunk, nagyon szívesen részt veszünk mindenféle olyan lehetőségben, amikor a gyerekeket vagy pedig az óvodát támogatják. Nagyon örültünk ennek is, hiszen ritka az, amikor a gyerekek kifejezetten tárgyi ajándékot kapnak. A több mint 700 darab csokoládéból az Ózdi Petőfi úti Csépányi összevont óvoda összes tagóvodája kapott, így tehát a Szennai intézményen kívül a Petőfi útra járó, a Csépányi és a Somsályi gyerekek is részesültek az ajándékokból. Idén először péntek reggel 7 órakor nyit az Ózdi horgásztó. Egyelőre még nem jégmentes az egész felület, ám az enyhe időjárásnak köszönhetően minden nappal csökken a fagyos rész. A horgászat szerelmesei hasonlóan a tavalyi évhez előzetesen is tudnak helyet foglalni. Személyesen a halőröknél vagy a képen látható telefonszámon, nyitvatartási időben, vagyis reggel 7 és este 6 óra között. Ismét nagy sikere volt a VSG Táncszínháznak a gyerekek körében. Legutóbb a Pöttöm Panna újra gondolt táncmeséjét láthatták az óvodások, kisiskolások. Nagy ováció fogadta az előadást, amely nem csak a fiataloknak, hanem az idősebb korosztálynak is maradandó élményt okozott. A közeljövőben a Gyerekszínház keretében a Süsű a sárkány zenész színpadi előadását láthatják majd az érdeklődők. Szinte teljesen megtelt az olvasó színházterme óvodásokkal és kisiskolásokkal. A gyerekek a VSG Táncszínház előadásában láthatták a Pöttöm Pannát. A táncmese egy apró, kisújnyi kislány útjáról szól, amiközben találkozik békával, bogarakkal, gólyával és sok más kisebb állattal, majd végül a virágherceg mellett találja meg a helyét. Ezt a rögös utat dolgozták fel, gondolták újra a Táncszínház tagjai. Amikor egy mesét dramatizálunk, színpadra állítunk, táncosítunk, akkor mindig elgondolkodunk azon, hogy vajon mi lesz az, ami ebben tetszeni fog. Azon felül a gyerekeknek, hogy nyilván már a mesét valamilyen szinten ismerik, hiszen már a animációs filmben, illetve élőszereplős filmben is feldolgozták, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy egy animációs vagy élőszereplős filmben tudnak olyan effekteket használni, amit mi nem tudunk, illetve egy könyvben elolvasva akár két oldalban is elmesélhető. Nekünk viszont itt egy felvonáson keresztül kell olyan izgalmakat okozni, ami ráadásul a humorával együtt és a katarzisával együtt végig fenntartja a gyerekek figyelmét. Óriási sikert aratott a gyerekek körében az előadás. Nagy ovációt kapott a sok színes jelmez, a táncok és az ötletes, olykor komoly klasszikus zenék. A VSG csoport tagjai nem csak a gyerekeknek okoztak maradandó emléket, több olyan poént, humoros jelenetet helyeztek el a mesében, amelyet főleg az idősebbek érthettek. Persze a legjobban a kisebbek élvezték Pöttöm Panna utazását. Nem beszéltek, hanem a tánccal fejezték ki, amit mondani szerettek volna. Azt tánccal fejezték ki, nekem még a zene tetszett, az nagyon jó volt. Az Ózdi Művelődési Intézmények gyerekeknek szóló tavaszi színházi évada április 10-én folytatódik. Akkor a miskolci Csodamalombáb Színház Süsű a sárkány zenés színpadi előadását láthatják majd az érdeklődők. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Veszélyesek lehetnek a társasházas övezetben a magasból lehulló vakolatdarabok. Városunk egyes területein az idők során a falak megrongálódtak, emellett néhol az erkélyek környékén is érdemes vigyázni. A személyes hatékonyság javítására rendezett tréninget a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. A gyakorlatok során a résztvevőknek többféle kompetencia fejlesztésére nyílt lehetősége. Több doboznyi édességet kaptak ajándékba az óvodások. Városunk egyik töltőállomása idén az Ózdi Petőfi úti Csépányi összevont óvoda. 4 tagintézményét lepte meg csokoládéval. Ismét nagy sikere volt a VSG Táncszínháznak a gyerekek körében. Az olvasó színházterme óvodásokkal és kisiskolásokkal telt meg a Pöttöm Panna zenés táncos előadására. Végül nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Pénteken a gyakran erősen felhőségből elszórtan alakul ki zápor, néhol zivatar.
A nyugati szél élénk lesz, az éjjeli órákban 5 fokig süllyed a hőmérséklet, a csúcsérték 13 fok körül alakulhat. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink. Az Ózdi Krónika ismétlését Apropó című magazinunk után és a szokott időpontokban láthatják újra. A mai magazinban Lendvai Zsolt várja Önöket a Bojki Tamás Általános Iskola nyílt napjával. Stúdiónk vendégei pedig Kocska Ágnes, a II. János Pál Katolikus Általános Iskola igazgatója, és Tőkés Tamás tűzoltóparancsnok lesznek. A témák iskolai beiratkozás és tűzgyújtási tilalom. Friss Ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!